Mik a Valtari? Megmondják a csillagok. Nyolcadik fejezet. Palmúra meredtem. Úgy láttam, komolyan beszél. Vagy talán mégis ugratni akart? Legalább kérjünk egy kocsit, válaszoltam gyanakodva. Én ugyan el nem indulok egy ilyen szerszámmal a hónom alatt a városon keresztül. Én is vihetem, ígérte Palmu. Nekem nagyon jól áll, a vállamra veszem. Mögötted megyek, hogy főnökömre ne hozzak szégyent. Próbáljuk ki. Ha egyszer egy olyan idős ember, mint Nordberg, akinek gyenge volt a szíve meg mindene, fel tudta cipelni minden este, akkor talán én is elbírom. Ha a térdem gyötri is a reuma. Összecsukta az álványt, és dacosan a vállára emelte. Add ide, parancsoltam rá. A csillagvizsgáló távcső álványos túl meglepően súlyos volt. A Sofia utcáról a vásártéren át a déli partra mentünk. Az Esplanadi csendes volt, bár szombateste volt. A Hávisz Amanda környékén sem akadtunk csoportosuló huligánokra. Egyetlen bőrzékés sem tévedt utunkba, noha a mozik esti előadása már befejeződött. A motorkerékpárok nem robogtak végig a déli parton. Minden csendes és kihalt volt. Amikor elhagytuk az utcai lámpák kékes fényét, a tiszta égen megpillantottuk a csillagokat. Hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára a csillagos égre pillantottam. A dombra menet ziháltam. Palmu vigasztalt. Az öreg Nordberg nem cipelte végig az egész úton. A Laivuri utca megállójától a katolikus templomig villamoson ment. Arról a vonalról jelentkezett az a villamos kalauz. Gyakran beszélgettek. Finom öreg úr, mondta. Noha kopottas külsejű. Horoszkópot is csinált neki, ingyen, csak úgy szórakozásból. Mégpedig egészen találó horoszkópot. A szerencsés napokkal, meg minden egyébbel. Lassan lépkedtünk felfelé. A szemétkosár helye üresen állt. A fák árnyékában sötét volt. Egyetlen egy esti járókerővel sem találkoztunk. Csak nem akarod azt mondani, hogy komolyan hiszel az asztrológiában felnőtt ember létedre? Gúnyolódtam. Több dolgok vannak Földön is égen, kezdte Palmó ünnepélyesen hamletet idézni. Ha most aztán kísértetekre kezdesz utalni, akkor én visszafordulok fenyegetőztem. A hajótöröttek szobránál, amellett a bozót mellett még most is két őr állt. Kényelmesen tisztelektek. Mármint Palmunak. Engem nem ismertek fel. Rossz volt a világítás, a kalapomat pedig haragosan a szemembe húztam. Történt valami különös? kérdezte barátságosan Palmu. Fázunk, válaszolta őszintén az egyik rendőr. Kezd hűvösre fordulni az idő. Lehet, hogy fagyni fog. Nincs, izé, a felügyelő úrnál véletlenül cigaretta? Olyan gyorsan váltották az őrséget, hogy elfelejtettem venni. Én csak pipázom, magyarázta bocsánat kérőleg Palmu, de a főnöknél bizonyára lesz, bár ő csak félteresett szív. A két rendőr csak ekkor kapott észbe, és gyorsan tisztelegtek. Talán nyomozónak hittek eddig? Nem vettem a fáradtságot, hogy megmagyarázzam nekik, őrségben nem való dohányozni, hiszen az egész csillagvizsgáló dombon egyetlen ember sem látszott. A nézők eltűntek a sötétség leszállta után. Bizonyára attól féltek, hogy a bokrok közt galerik lopakodnak, gumibottal a foguk között. A rendőröknek adtam az egész doboz cigarettámat, Hálásan segítkeztek Palmunak, hogy a csillagászati távcsövet felállítsa korábbi helyére a hajótöröttek szobra előtt. Palmu csavargatni kezdte a kerekeket, és a távcső lassan felfelé fordult. Kár, hogy nem látszik a hold, panaszkodott Palmu, miután egy ideig célpontokat keresett az égbolton. Engedj csak engem is, kértem, és belenéztem a csőbe. Egyáltalán nem volt valami ragyogó távcső, a csillagok parányi pontoknak látszottak. Bár csak csővégre kaphatnánk egy bolygót, elégedetlenkedett palmú, de nem értem rá, hogy csillag térképet kerítsek. Az októberi csillagos ég térképét valószínűleg a holnapi lapokban közlik, mivel holnap lesz elseje. Fizetési nap, szólalt meg bánatosan az egyik rendőr, és a karját csapkodta, hogy melegedjék. De jó lenne egy korty ital, egészen meg vagyok dermedve. Én is belekukucskálhatok? Talán tévedés volt cigarettát adni nekik, úgy kezeltek, mint a testvérüket. Észrevéve a pillantásomat, a rendőr összerezzent és gyorsan tiltakozni kezdett. Persze nem iszom én, főnök úr, amikor őrségben vagyok, de egy csész forró kávé nagyon kapóra jönne. A távcsővel a csillagot kémlelte. Csalódottan vonogatta a vállát és átengedte a távcsövet a társának. Menjenek nyugodtan kávét inni, Adta meg készségesen az engedélyt, Palmó, ha nem maradnak el egész éjszaka. A főnök úr, meg én örködünk addig. Menjenek csak, adtam én is engedélyt, és az órámra pillantottam. Húsz percet kapnak. Fussanak, az melegít. Ez olyan palmuféle goromba tréfa lett volna, de azok ketten egymást csapkodva hangos nevetésben törtek ki, és futva indultak lefelé a dombról. A föld csak úgy renged belé. Micsoda emberek, csóváltam meg a fejem. Palmó csak a távcsövet forgatta, és a csillagokat vette célba. A Merkur lenne az, kérdezősködött, vagy talán a Mars, vöröses csillogás. Én is belenéztem a távcsőbe, de csendben maradtam, nem vagyok jártas a csillagászatban. Az égbolt nagyon messze van. A csillagok is nagyon messze vannak. A csillagok is fáznak. Alig, ha nem fagyni kezdett. Ettől bizony nem leszünk okosabbak, Vélekedett végül is Palmo, és a távcsövet a városra irányította. Jaj, főnök, gyere csak, és nézd meg, milyen szépen ragyog az idegenforgalmi kivilágításban a nagy templom keresztje. A nagy templom valóban ünnepi kivilágításban pompázott. Nagy és hatalmas volt a távcsövön átnézve. A térről nézve nem is hittem volna, hogy ilyen nagy. Ave crux, spes, unica, szólaltam meg ösztönösen. Nem gónyból, egyáltalán nem, hanem egészen komolyan. Mit adoksz? kérdezte Palmú gyanakodva. Hát csak ugyan nem érted, bosszankodtam, pedig tanulsz latinul, egymagadban, esti szórakozásból. De hogy is tanulok? Csak néhány közmondást, védekezett szerényen Palmú. Én már csak ilyen vagyok, autodidakta öreg rendőr. Mit is jelent, amit mondtál? Üdv neked kereszt a világ egyetlen reménye, fordítottam szabadon. Az első keresztények üdvözlése volt, amikor az arénában az oroszlánok elé léptek. Strindberg ugyanezt a mondatot tétette a saját keresztjére. August Strindberg? kérdezte hitetlenkedve Palmu. Talán a saját szemeddel láttad, főnök. Csak olvastam valahol, ismertem el keserűen, mert én olyan könnyen hiszek a nyomtatott szónak. Palmu a távcsövet a katonajok hátsorai felé irányította, és hirtelen vihogni kezdett magában, lázasan integetve a másik kezével, hogy nézzem meg én is. Itt aztán látsz valamit, főnök biztatott. Gyere gyorsan, hiszen te fiatalabb vagy. Mit nekem öregembernek? Belenéztem a távcsőbe. Egy magas épületben, a legfelső emeleten, a ragyogó fényben éppen egy fiatal nő bújt a hálóingébe. Véletlenül nem húzta össze a függönyt ha egyáltalán voltak függönyök. De nem is kellett függöny, hiszen szemben nem voltak házak, amelyekből leskelődhettek volna. Olyan hirtelen kaptam el a szemem a távcsőről, hogy majdnem nem testem. Fúj, palmú! szittam meg. Nem hittem volna felőled. Bocsánat, főnök, kérlelt Palmú, Nem gondoltam, hogy még ennyire szűzies. Ez is valami. Láttam én már lányokat úszni. Fürdőruha nélkül. Olyan tisztán megmaradt bennem a látvány, hogy éreztem elpirulok. Egészen jó kiállású nő volt. Keskeny derék, formás lábszár és nagy anyajegy az oldalán, éppen a csípője fölött. Erővel ismét felfelé fordítottam a távcsövet, bár ő meg akart akadályozni ember. Nézzük inkább a csillagokat, mondtam fagyosan, hiszen azért jöttünk. Megmondják a csillagok, dúdolt a palmu, megmondják a csillagok. Hát nem jól sejtettem? – Ne károgj! – förmettem rá, befogva a fülem. – Így van! – és eldúdoltam neki helyesen a dallamot és néhány sort a sláger szövegéből, hiszen a rádióban épp eleget játszották. – Neked csak ugyan szép hangod van – adózott csodálattal palmú. – Szerintem bármilyen színpadon megállnád a helyed. – Mármint slágerekkel. – Fölösleges lebecsülni a slágereket. A szívem olvadozik tőle. – Nem is szégyellem bevallani neked. – Kezd el még egyszer! Szirup! Hárítottam el, de ismét belekeztem a slágerbe, hogy a kedvére tegyek. Magasabb hangon. Nincs nekem kellemetlen hangom, elhihetik, és egy teremtett lélek sem látszott sehol. Remek! Dicsért Palmu, szerintem egészen őszintén. Egyszeriben nem fáztam már, és barátságot éreztem iránta. Azért mégiscsak jó kettes fogat vagyunk mi ketten. A nehéz és megerőltető munkában. Nem szabad haragudnom, ha Palmu néha-néha belém mar. Tehát a csillagokat nézegettük, de Palmo érdeklődése szerte foszlott, és én is fázni kezdtem. Örömmel láttam, hogy a két rendőr fürgeléptekkel és felfrissülve tér vissza. Ez aztán gyorsan ment, csodálkozott Palmo, az éjszakai kávéházig és vissza. Nem mentünk mi addig, válaszolta őszintén az idősebb rendőr, betértünk a hotel Palazba. A hotel palázba? Ismételtem meg elképedve, elment az eszük a maguk fizetéséből. – Ott jó kávé van – állította higgadtan a rendőr. – Persze, nem az étterem felől mentünk mi. Ez a cimborám ismer egy kedves mosogató lányt a grill konyhából, és ők szívesen töltenek egy-egy csészével a mieinknek. Az uraknak főzött kávéból nem nézik le a hekust, sőt, éppen ellenkezőleg. – Kérem, főnök úr – szólt közbe a másik rendőr. Egy érdekes históriát hallottam. Ismerem az éjszakai portást, és betértem hozzá egy készszorításra. Hiszen soha sem lehet tudni, mikor adódik elő valami. Nos, elmondta nekem, hogy reggel valamilyen kisasszony ment be hozzá a kutyájával. Egészen elegánsan volt öltözve. Befelé igyekezett a szállodába, szobát akart. Csúnyán meg volt rémülve. Az éjszakai portás először bolondnak vélte. Csak később derült ki, hogy ő talált rá a tetemre. Éppen erre a tetemre. A portás nyomban riasztotta a rádiós rendőröket. Annak a kisasszonynak a képe volt benne az esti újságban. A kutyával együtt. Peltonen kisasszony, szólalt meg gépiesen Palmu. Skót, terrier. Bizony őt is hamarosan elő kell keríteni. A rádiós rendőrök emlékeztek a nevére, bár nem volt hajlandó megmondani a lakcímét. Igen, igen, persze, helyeseltem lustán, hiszen őt is ki kell hallgatni, de ez merő formaság. Kérdőleg tekintettem Palmura. Nem mennénk haza aludni, javasoltam, majd a rendőrökre pillantva tétovázni kezdtem. Maguk is hazamehetnek. Tettem hozzá, de elébb ügyelniük kell arra, hogy a kocsmák bezárása után ne settenkedjenek ide ittas emberek társas játékot játszani a bozótban. Mondjuk kettőig itt maradnak, nem kell egész éjszaka itt átsorogniuk buzgón hálálkodtak. Egyáltalán nem valami szórakoztató dolog fölöslegesen vacogni és toporogni, mikor otthon várja az embert a meleg ágy. Nemes lelkűnek éreztem magam. Mások is eszembe jutottak, nem csak önmagam. És ez? Mutatott Palmu ellenszenvesen a súlyos csillagászati távcsőre. A rendőrök magukkal vihetik, amikor elmennek, indítványoztam. Úgy is jelenkezniük kell. Mondják meg, hogy tegyék vissza akár az én szobámba. Lementünk hát a csillagvizsgáló domb másik oldalán, és én taxit kerítettem. Hazavittem volna Palmut, nem lett volna nagy kerülő, de ő azt mondta, hogy még ellenőrzést kell tartania valamelyik kiskocsmában, és haza kell küldenie a fiúkat, úgyhogy letettem az Esplanadin a Szófia utca sarkánál. Azt mondjogta, hogy valamelyik riadókocsi majd felszedi és hazaszállítja. Hiszen már kocsmába is mentek érte a fiúk, de én szemet hunytam. Nem illett tudnom a riadó rendőrség szolgálati szabályzatának súlyos megszegéséről. Aludj jól, főnök! Búcsúzott végül Palmu, ritkán tapasztalható melegséggel. Rászolgáltál az alvásra, a mai nap megerőltető volt számodra. Gyűjts erőt, szükséged lesz még rá. Ez nagy elismerés volt, ahhoz képest, hogy Palmu szájából hangzott el. Miután egyedül maradtam, az álomtól már a taxiban elnehezedett a szemem. Általában nem virasztok én ilyen sokáig, ha nem muszáj. Csak a munka kedvéért. Vagy ha az énekkar dolgairól tanácskozunk, hiszen nappal, hivatali időben nem lehet. Eszembe jutott az előző este. A koppenhágai utazásból valóság lesz. Mégis. Levetkőztem, lefeküdtem, eloltottam a lámpát, fülemre húztam a takarót és elaludtam, mint a bunda. Egészséges ember vagyok, és már elmúlt egy óra. És valóban nem is értem, mitől ébredhettem fel már öt óra tájban. Hirtelen egészen éber lettem. Arra sem emlékszem, hogy valamilyen rossz álmat láttam volna. Kényelmes ágyam jó lakáson van, a polcokon könyvek, a jogtudományon és a kriminalisztikán kívül igazi könyvek is. De magányosnak éreztem magam, amint nyitott szemmel feküdtem reggel öt óra körül az ágyban. A hideg szobában, mert a központi fűtés nem működött még. Bosszusan rágyújtottam. Éhgyomorra. Hajnali öt óra a legrosszabb napszak. Ismét eszembe jutott első és egyenlőre egyetlen házasságom, bár egyáltalán nem szívesen gondolok rá. Másként, másként van most minden. Juttatta eszembe a kalapáló gondolata vers sort. Zátonyra futott. Szerencsére gyorsan. Nem lett volna szabad egy rendőrnek az opera balettkarából házasodnia. Rendszertelen a munkaidő, és az ember maga még tapasztalatlan. A pálya, és megint a pája. Feleségem örökké ezt hajtogatta. Nekem is megvolt a pályám. A munkán kívül a jogtudományi kar utolsó vizsgáival birkoztam, és ő nem is folytatta a balettet, miután megkapta azt a szörmekereskedőt. Nem haragszom rá, végül is egyetértésben váltunk el. Ő mindent magára vállalt, nem kért tartásdíjat, hiszen a saját szememmel láttam mindent. Hosszú ideig olyan voltam, mint a rongy. Szerencsére nem voltak gyermekeink, hiszen még hátra voltak az utolsó vizsgái. Csak miután idáig értem a gondolataimban, döbbentem rá, hogy a reggeli újságra várva virasztottam. Volt okom rá, hogy várjam. Nem bántott engem különben semmi más. Régen elfeledtem már az egészet, eltemettem magamban, remekül kielégített a pályám, meg az énekkar. Másra nem vágytam. Fél tájban halk koppanás hallatszott az előszobából. Az áldott újság kihordó néni. Nekem csak a vezető napi lap jár, a többit hivatali szobámban lapozom át. Fölösleges volna más újságokat is megrendelnem. Egészen nyugodtan kikászálódtam az ágyból, a főzőfülkébe mentem, és nagy csészek kávét főztem magamnak. Minek idegeskedni, gondoltam. Csak miután a csésze kávét az éjjeli szekrényre tettem, mentem az előszobába az újságért, és kinyitottam. A friss nyomdafesték szaga kellemesen csiklandozta az orrom. Teljes oldal, és nem takarékoskodtak a címekkel, és az én képem felnagyítva. A Helsinki bűnügyi rendőrség gyilkossági csoportjának helyettes parancsnoka. Még a rendőrbíró címről sem feledkeztek meg mintha hájjal kenegettek volna, bár természetesen éppen az a kép volt, amelyen tátva maradt a szám. Nem tudtak ellenállni a kísértésnek. Meg is értettem, hiszen teljesen váratlanul ki kellett dobniuk azt a vezércikket. Nem emlegettek többi részek csavargót. A kájvatalo környékén tartott razziáról is szereztek fényképet. Ügyesek voltak. Egyetlen rossz szót sem írtak az egészről. A kép maga beszélt. Egy igazi huligán mintapéldány birkózott rajta rugdalózva, a fogát vicsorgatva egy izmos rendőr ölelésében. Karhunen képe is belekerült a labba a csillagászati távcsővel együtt. Hasonlóképpen Kokki is, és Szára Pohján is asszony az áldozat unokahúga. Nem beszéltek többé bűnszövetkezetről, nem szidalmazták a fiatalságot. Csupán egy beteges egyén borzalmas tette az egész. Szerencsétlen leány, szegény szára, Bizonyára ő is virasztott és várta a reggeli újságot. A többi hírt el se olvastam, csak a vezércikre pillantottam. Csatornázás. Önkéntelenül is szélesen elmosolyodtam, kinyújtózkodtam a takaró alatt, és kezem a fejem alá raktam. Érdemes volt élni, mégiscsak érdemes volt élni, mindentől függetlenül, ameddig itt élni lehet. A kávé még ki sem hűlt, lehajtottam, és üres gyomromat üdvözítő érzést töltötte el. A cigaretta is ízlett. Az oldalamra fordultam, és folytatni akartam az alvást. Hogy igazán nagyot aludjak. Vasárnap reggel. De szememre nem tért vissza az álom. Nem vágytam én a többi újságra, de ha egyszer nem tudtam aludni... Hat óra előtt tíz perccel felkeltem, megberetválkoztam és zuhanyoztam. Inget váltottam, és a sötét ruhámat vettem fel. Fekete kendőt választottam, amelyre egészen apró, piros, négy négylevelű lóherét hímeztek. Remélem szerencsét hoz nekem. Ideje is lenne. Hat óra után tíz perccel már az utcán voltam, az első októberi reggel sápad derengésében. Még a nap sem kelt fel, és az újságárosok sem voltak még a helyükön, hát persze, hogy nem, ilyen korán. Vasárnap reggel. De azért ragyogóan éreztem magam, Éltem, lélegeztem, szaporán mozgott a lábam, és az ének hangomban sem volt hiba. Nem tudom, mi bújt belém, de azon vettem észre magam, hogy egy taxi állomáson állok, és a kocsi üvegén kopogok, hogy felébresztem a szunyókáló sofőrt. A csillagvizs kezdtem, de aztán szégyenkezve gyorsan helyesbítettem. Mindegy, hajtson a Kaszármi utca és a csillagvizsgáló utca sarkára. Nem emlékszem a házszámra. A vezető nem volt beszédes kedvében. Az egész város teljesen kihaltnak látszott. Derengett a reggel. Csak egy öreg újságkihordó tolta újságkötegeit egy gyerekkocsiban a nyírkos gyalogjáron. De az ég kiderült és kékleni kezdett, mire fizettem és kiszálltam a taxiból. Szaporaléptekkel léptekkel elindultam az utcán, és felkapaszkodtam a csillagvizsgáló dombra, a homokkal borított sétányon. A lábam alatt ropogott a homok. A pázsit tele volt sárgult levelekkel. Kis fekete kutya szaladgált féktelen örömmel a gyepszőnyegen. Szabadon, póráz nélkül. Talán megszökött? Ez volt az első gondolatom. Csak aztán kapcsoltam. Mindig szerettem a kutyákat. Nekünk is volt egy tacskónk. Bár túl kellett adni rajta, amikor minden zátonyra futott. Egyedül nem tarthatok kutyát. Túlságosan magára lenne hagyatva. A kutya nem szereti az ilyesmit és egy tacskó mégsem ülhet az ember lábánál az íróasztal mögött, miközben gyilkossági ügyeket intéz. Ez nem megy, bár ha elég híres lennék. Miért ne? Nem sóvárgok én azután, ami elmúlt, kedvelem a nagyobb kutyákat is, a rendőrkutyákat. A csavargók rémei, de van nekünk olyan lágy szívű is, hogy saját gondozójának is belekap a kezébe, ha felemeli a gumibotot. Természetesen szuka halkan füttyentettem. A kis skót terrier álmélkodva megállt, és éberen hegyezte a fülét. Nagyon takaros kutya volt, és szépen trimmelt. Ez ugyan látszott az esti labban közölt képen is. A kutya éppen hozzám akart futni, hogy üdvözöljön, amikor az útkanyarban feltűnt az a hölgy, akit szintén felismertem a képről. Összerezzent, és félelmében megdermett, ahogy váratlanul megpillantott a melléhez szorította retikőjét, és sipító hangon hívni kezdte a kutyát. Hű, hű, cimbora! A kutya nyomban odaszaladt hozzá, védelmezőleg megállt előtte, felborzolt szőrrel rám és bizonyára morgott is. Előkelően kalapot emeltem, és köszöntöttem. Azt hiszem, Peltonen kisasszonyhoz van szerencsém. Jó reggelt! Lehajolt, hogy a pórázt a kutya nyakörvére kapcsolja, és csak aztán javított ki szégyenlősen. Pelkonen, jó reggelt! Ne féljen, kérem, biztattam. Nem akarok én semmi rosszat. A bűnügyi rendőrség nyomozó csoportjának a főnöke vagyok. Megmondtam a nevem, és bizonyára említettem rendőrbírói címemet is. Pelkonen kisasszony kihúzta magát, lábói állt, előre bigyeztette az állát. Nem is sejtettem, jegyezte meg csípősen, hogy magának a bűnügyi rendőrség főnökének kell felkerekednie, ha egy magányos nő egy pillanatra Elmerészeli engedni a kutyáját, hogy szabadon futkározzék a nyilvános parkban. Ide hallgasson, rendőrbíró úr! Azért ez már talán mégiscsak túlzás? Fölösleges folytatnom. A félreértés tisztázódott. Hű Cimbora készségesen elfogadott barátjának, és szabadon engedtük, hogy futkározzék a parkban, miközben mi egymás mellett sétáltunk és élénken beszélgettünk. A nap felkelt, és az októberi égbolt olyan kéken ragyogott, ahogyan csak szép vasárnapon tud Helsinki-ben. Pelkonen kisasszony annyira megkönnyebbült, hogy minden teketória nélkül elmondott mindent. Beszélt arról az úriemberről is, akinek kalapján a szallag mellett apró pirostól volt, bár szerintem esze ágában sem volt említést tenni róla, hiszen az az úr ki akart maradni az egész ügyből. Hát csak ugyanigaz, rendőrbíró úr, kérdezte végül ragyogó szemmel. Hát csak ugyan hivatkozhatom önre, ha a parkőr kiabálni kezd velem? Természetesen, erősítettem meg. Erre a beszélgetésre tessék hivatkozni. Hívjanak fel bármikor telefonon. Valószínűleg nem fognak telefonálni. És napközben is? kérdezte hitetlenkedve kedve Pelkonen kisasszony. Ha nincs nagyon sok ember a parkban? Bármikor, válaszoltam. Hű cimbora rendes és engedelmes kutya. Persze, hogy szabadon szaladgálhat a parkban, ő is megfizeti az adóját, és ilyenkor ősszel már a parkőrök sem olyan szigorúak. Hű cimbora a nevét hallotta, és sietett megnyalni a kezem. Perkonen kisasszony teljesen elérzékenyült. Kedves rendőrbéró úr, szólalt meg tétovázva: Ez ugyan nem illik, de hiszen velünk van Hű cimbora is. Nagyon szívesen főznék önnek egy csésze reggeli kávét, ha már egész éjjel dolgoznia kellett, amiatt a szörnyű gyilkosság miatt. Akadt otthon néhány vajas kifli, meg keksz is. Hálásan elfogadtam a meghívását. Hirtelen nagyon megéheztem. Néhány tükörtojás és egy szelet sült sonka elég sovány vacsora egy meglett férfinak. Pelkonen kisasszony egyenesen megszépült, amint kis, egyszobás lakásában sürkülődve kávét főzött nekünk. A lakásból szép kilátás nyílt a csillagvizsgáló dombra. Minden rendes és takaros volt, ugyanolyan tiszta és gondozott, mint ő maga. Miután jobban megismerkedtünk, elárulta, hogy jókora örökséghez jutott, miután majdnem harminc évig gürcölt, soványbérű, biztosítási tisztviselőnőként. Azt akarom mondani, hogy nagyon összebarátkoztunk Pelkonen kisasszonynal. Ő más lapot járatott, és a fejünket összedugva együtt olvastuk el az ügynek ezt a változatát. Ebben a labban nem foglalt el teljes oldalt, nem voltak benne olyan jó képek sem. A vezércik egészen tárgyilagosan foglalkozott a fiatalkori bűnözés felszámolásával. De a nagy közönség rovata? Pelkonen kisasszonynak jutott eszébe, hogy megkeresse. Magam meg is feledkeztem róla. Az én szemem is tágra merett. Öreg tanító, magányos hivatalnök nő és jövőnkért aggódó, buzgón követelte a halálbüntetés bevezetését – négy nővér hevesen szót emelt a deres mellett. Nyilván botozták őket gyermekkorukban, és szemlátomást megkedvelték. Hét gyermek anyja egészen spontán módon azt követelte, hogy minden erőszakoskodó férfit habozás nélkül ki kell herélni. Nem kellett pszichoanalízis hozzá, hogy megértsem az illető haragszik hites férjére. Miután eddig jutottam, tapintatosan átengedtem az újságot Pelkonen kisasszonynak, és lehajoltam, hogy megvakarjam hű cimbora fületövét. Pelkonen kisasszony félreértette az újságot, és megkérdezte. Hát csak ugyan megölhetik azt a szegény árva fiút. Véletlenül említést tettem neki Villéről és Ville gyermekkoráról. Lehet, hogy elkottyantottam magam, de Pelkonen kisasszony egyáltalán nem fecsegő. Erre nyomban rájöttem, mihelyt megismerkedtem vele. Ezen kívül az újságban szóvá tették, hogy a fiú a pályaudvaron meg akart szökni a rendőr keze közül, és a vonat elé próbálta vetni magát. A szökési kísérletet meghiúsította a rendőr, és Holger Miettinen villanyszerelő gyors közbelépése. Miettinen villanyszerelő nyilván a lap előfizetője volt. Tehát innen szivárgott ki ez az értesülés. Lajtinen rendőr alig ha fecsegett. Ne féljen, Pelkonen kisasszony, nyugtattam meg. A fiú elme állapotát egy-kettőre megvizsgálják. Az elmebeteg gondozó intézetben sokkal jobb dolga lesz, mint ebben a könyörtelen világban. Sokan éppenséggel szeretnek ott lenni. Komolyan, magam is láttam. Becsületesen be kell vallanom, hogy mindkét vajas kiflin és Graham kétszer sültön kívül megettem Pelkonen kisasszony keksz készletének a felét. Az egész doboz felét úgy értem, de ő csak örült ennek. Az arca csinosan kipirult, és a szeme ragyogott, amikor elbúcsúztunk egymástól. Többször is hangoztatta, hogy bármikor szívesen lát, ha kedvem támad vele együtt sétáltatni hűcimborát, és inni utána egy csészekávét. Még arra is célzott, hogy egészen jól tud főzni. Úgyhogy csak fél tíz táján robogtam be a hivatali szobámba, dagadó melkassal, friss séta után, anélkül, hogy útközben megvásároltam volna az újságokat. Bent vártak. Az íróasztalomon vagy az ügyeletes szobában. Palmu összerezzent a meglepetéstől, és gyorsan felállt. Rajta csíptem ugyanis, hogy kényelmesen üldögél az íróasztalom mögött, mint valami főnök, és az írattári dossziékat lapozgatja. Ezekből egy egész halomnyi állt előtte. Nem, újságot egyetlen egyet sem láttam. Hirtelen fázni kezdtem. Egészen nyilvánvaló volt, hogy valahol rosszul áll a szénánk. De Palmu csak kedélyesen üdvözölt. Jó reggelt, főnök! Kellemes volt az éjszakai nyugodalom, ügye? Hiába a jó lelki ismeret a legjobb párna. Köszönöm, válaszoltam harapósan, amikor azért mégis félrehúzódott, és átengedte a saját székemet, hogy leüljek. Mi baj? Talán valami nem tisztázódott még. A szoba sarkában a rongyos lemezkarton koffert láttam. Palmuk követte a tekintetemet. Ville holmia, magyarázta. Tehtinen hozta el. Benne van Ville minden ingósága. Nem is várják többé vissza. Szégyent hozott rájuk, és így tovább. Csirkefogó gazember még a betevő falatját sem keresi meg, hiszen ismered a nótát. Hiszen állami ellátásra kerül Ville, vigasztaltam. No, és megkerült a megfelelő cipő. Ville egyetlen pár cipője az, ami a lábán volt. Világosított fel szárazon palmunk. A bűnügyi laboratóriumban még késő éjszaka is dolgoztak, pusztán ügybuzgalomból, amikor ekkora ügyről van szó. És a cipő orrához bolyhok tapadtak az öreg Nordberg ruhájából, egészítettem ki bizakodva. Nem tapadt ahhoz egy pihesem, zúzta palmú a reményeimet. Még arszka cipőjén sem találtak semmit. Úgyhogy amennyiben továbbra is rács mögött akarod tartani a fiút, talán okosabb lett volna egyáltalán el sem küldeni a cipőjét a laboratóriumba. Azoknak ott olyan mikroszkópjaik és egyéb műszereik vannak, hogy nem fejezte be a mondatot, csak nyugodtan üldögélt, és undorító pipáját kezdte tömögetni. Mi mit akarsz tulajdonképpen mondani, Palmó? kérdeztem elerőtlenedve. – Hát kötözni való bolondok vagytok, Tegnap, főnök, remekül jártál el, válaszolta nyugodtan Palmo. Az orránál fogva vezetted az egész sajtot, és legalább most az egyszer nagyszerű nyugalmat teremtettél a munkánkhoz. Még a kutya sem ugat utánunk. Szükség is van erre, mert ez valóban nehéz eset. Felpattantam ültömből, elállt a lélegzetem. Részeg vagy? kérdeztem tapintatlanul. Itt áll már korán reggel? Idehallgas, ez azért még tőled is túlzás, Palmo. Balmú csak rágyújtott a pipájára, miután a pipa már megfelelően füstölgött, lassan megszólalt. Csak ugyan komolyan beszélsz, főnök. Már csak nem azt hittem, hogy kész akarva vezetted félre a sajtot. Mert bizony most kezdünk csak hozzá, hogy felkutassuk az igazi gyilkost. Legalább egyszer úgy látunk munkához, hogy senki sem zavar bennünket.